Kanada vadvidékén nem is hitték volna, megjelenhet valaha három isten ostora. Megérkeztek, ójaj, okoztak is nem kis bajt, hozzájuk képest a Katrina, gyönge nyári fuvallat. Heki a vezér, nyugodt erő, bár a butaság és a net kiakasztja őt. Türelmesen terelgeti a többit, bár ez olykor nem könnyű neki. Hangja mély és megnyugtató, de ha megijed, dobhártya szaggató. Veszélyessé csak akkor válik, ha tüsszent, lavinát indít. Von Schaller a csapat bölcse, hajba kapni nehéz vele. Demo őrzi ének hangját, de jó helyen van az a fiók alján. Grippi a brigád szíve, ő csak szeretni lehet. Olyan hangokat generál, ki kell tenni a 18-as karikát. És Kanada vad vidékén még sokáig emlegetik Heki és a két tehetség pusztító emlékét. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát ennyi erővel én sem olvastattam volna, Heki. Az én olvasásmi tudásom nyilván jobb. Ha már vezetni nem tudom. Itt van velem Grippi. Ez egy autó! Sziasztok! És itt van velem Schaller is. Hello! Jó. Jó, oké. Ebből bujkázás lesz. Aztán meg ne ijedj, mikor piros lesz az ilyen zacskó. Jaj, de jó, igen, te kis drága. Wow, mi volt ez a drop? Azt a drop életben. Jön a drop. Ja, az nem az. Kellene a csaborsz. Tessék! Kellene a csaborsz! Vannak problémáim! Nem úszik az autó, mert nem kétértű. Nem szabad a tehent, nem szabad a tehent a tyúkok közé engedni. Az nem úgy van, hogy baszni. Nem. Most miért üzítünk ja. Öcsém! Akkor folytatom tovább. Láttál-e már top modellibát? Láttál-e már? Szerintem ezt a veszélyforrást a németek még nem mérték föl. Egy kis víz. A bagolyka, a galamka és a szar. El vagyok nyomva, így van, el vagyok nyomva. Ez mi? Hol vagyok? Schaller mindig szeret alul lenni. Nem értem miért. Te miről beszélsz? Te mondod, hogy mindig el vagy nyomva. Hogy felháborodod már? Fáj az igazság neki. Maximum a tengerlattjárókkal. Jobb alul lenni, igen. Schallernak fáj az igazság. Szeretném elmondani, hogy miért hallgattam Lexire. Hát ő menőből van, te meg... Fúj. Rosszul fogalmaztam, bocsánat. Szóval, júj. Nem elfalkartam, hanem júj. Aha, persze. Tanító néni, tanító néni, az áramkacsiklat egy atlasszal. Istenem, ez mekkora komolyság. Na mondjad a verset! Én most elvonultam. Hopp, nézd már! Több komolyságot! Ah,
Én valahogy nem emlékszek arra így iskolás koromban, hogy egy versben benne volt az, hogy... De ez most egy új kori vers. Milyen? Én gátlátos vagyok, azért nem mondom. Mert már mu. Nem ez. Ezek az új hullámos versek ilyen. Tényleg a szöveg tényleg, az nem lényeg. Várjál, Sala, most, most eszembe, mondjam, várjál. Szikrát ültettél a fejembe most ezzel, hogy vajon akkor egy fogykos boci, az hogyan múgat? Milyen boci? Fogykos. Fogykos, az milyen? Aha. Jaj! Jaj! Ez a fogykos boci? Ez. Jite. Azt mondja, hogy píp, 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 de nem jönnek a csirkék, hiába pippegünk. Én azt hittem az LKG hangja, de az már régen rossz. Légy szíves, legközelebb a pít helyettesíts be 3,14-en, köszönöm. Azaz. De hát én pipiket akartam, meg akartam nézni, hátaiten elé jönnek a terraptől. A 3,14 is pi, jó? A pipikék. A 6x23-on darab 3,14 kiment a terrautó elé. Nagyon mész, nagyon mész, nagyon mész! Mi baj lesz? Semmi baj! Hajjaj! Tényleg ez most, de most pont illik a budiz. Jaj. Már megoldom. Itt sofőr van. Oké. Alakul ez. Apám, úgy átmegyek, mint kés a vajon. Na, igen. Mi volt az előbbi fisztik probléma, kedves Heki? Na, most brekegé. Kutykurutty. Taps. Ügyes fiú vagy. Mondom, nem indul be a motor. Felborult. Ne szórakozzál. Ne szórakozzál. De most én nem értem, mert most miért olyan nagy probléma a motornak, hogy fejjel lefele van? Tényleg, faszául nézel ki ott a nem tudom hol. Oho! Hekinek van egy jó uta, sálalalala. Hekinek van egy jó uta, sálalalalala. Hekinek van csaborza, sálalalala. Ez... Sarkám, ez hogy? Tudod, Heki, dobnátok le oda a padlóla. A padlóla. De nagyon sék durván. A padlóla. Ah, a padlóra. Üzd meg százados, de durván. És dobjuk le a padlóla? Mi? Üzd meg százados, de nagyon durván. Ó, és dobjuk le a padlóla? Mi? Dobjuk megint a padlóla? Ah, igen, dobjátok a padlóla, kérlek. De állj már a talpadra! Szeretnék, de hát... Nem löksz elég erősen, az a baj. Ne erőködjél, mert büdi lesz. Itt is a favágókban az meg... Péló magasságban tudják elvágni ezért. A fát. Ezt nem hiszem el! Igen, a mesében nincs! De van! Megint de jó, hogy nem mentél el! Ne nyújj semmihez! Ne nyújj semmihez! Elkezdtem félre nyomni a gombokat, bazd meg, mert ma mindjárt fiét kapok! Tassz! Nekem melyik hírt kell megcsinálni? Én nem csináltam semmit. Én itt sem vagyok. Így biztos sikerülni fog.
Neki te mit gondolsz, szerinted? Én nem tudom, hogy mit mondjak. Megint felborultással lehet. Nem, hát élet próbálom igazítani, és most úgy égnek áll a rúdja, tehát... Gyere le róla. Ilyes, hogy föl tudom akasztani. Gyere le róla, és akkor majd... Nem, az úgy, ott úgy maradt. Én mentem most egy kicsit, jó, azt elviszem ezt a kurva nagy konténert. Nem tudtad? Hát befonta. Befontra a szakálladat? Hallgatás bele. Én most tényleg nem tudom, azért kérdezem. Befonta? Úgy néz ki, mint egy használt viking. Használt viking? A fest. Hát jó. Hello. Hello. Ugyanúgy befontad a szakálladat? És úgy nézel ki, mint egy használt viking? Mi van? Jaj, használt viking. Adi új. Kárvollal mosva. Az hát maradjál már. Megköszönöm Krippi és Schaller nevében is. Az én nevemben te ne köszöngess, én majd én megköszönöm magamnak, jó? Köszönjél már meg, köszönjél. Ne. Ez elég érdekes köszönés volt. Ne, júj, azt a kurva! Egyszer nem figyelek és egyből bajok vannak. Egyszer? Szóval Gábor, remélem hallottad, Grippi megköszönte. Az anyám hétszentség! Mit csináltál? Mikor fogunk majd ratyit rüttyölni? Becsomni mi? Mit csinálni? Ratyit rüttyölni. Rüttyölt ratyi. Mi csata? Bázasz. Hát hol olvastad? Nem? Hát racslit kell trütykölni. Racslit kell trütykölni? Nem! A racslit kell trütykölni. Trütykölt racsli. Trütykölt racsli. Trütykölt racsli. 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 Na most racsli vagy racsli? Racsli. Kével. Mint tyúk. Már a kamionra gondoltam, nem a konténerre. Heki! Heki! Ne! Heki! Ne! 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 Húzd jobbra! Jobbra! Húzd jobbra! Azt csinálom! Jobbra! Jobbra! Még! Milyen fáradatot csinálsz? Még! Ez a hülye leesett a hídról, bassz meg! Hogy a faszomban sikerült ez a leharagudj? Épp az újságot lapoztam. De miért a... Megsütötte a lábamat a kávé. De miért a hídnál? Ott nem kicsim voltak bekólázva az emberek. Ott volt. Jaja. Az csúnya kóla volt. Csinál! Csinál! Gyere meg, mondom, hogy nem! Püp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 ü
Mert ez mi? Hát mert tudja, hogy bármely pillanatban megtörténhet bármi. Hát igen, azért. Hát! Mi a faszom volt ez, baszd meg? Hát mert tudja, hogy bármely pillanatban megtörténhet bármi. Srácok, ez az alacsony költségvetésű bíp, mert itt már csak az ű betűre futott a bíp. Tudod, elfogyott az izé, elfogyott az apanás. De ne... Kotkodács, minden nap két folyás. Köszíted. Ne.
Kedves hölgyeim és uraim, a Cápa filmű... A Cápa című film zenéjének a szövegét hallották. Várjatok nekem, itt van egy régi söröm, de ez már lehet átna a kenyérbe. Csavaros! Ha meg tudod kenni májkrémmel, akkor már öreg. Ja, megszakuljuk, hogy jó-e még. Hát a... Figyelj, zavarosnak nem zavaros. Ha befogod az orrod, még tud ütni, oké? De szólásszabadság van, nem? Így van, akkor szólalj el meg, amikor szabad. Most, ez a szólásszabadság. Az ember akkor szólalhat meg, amikor szabad. Ez miért nem jön ki innen? Nem lehet, hogy le van rögzítve benne? Nem, most unpakoltam. Ez miért nem jön ki innen? Hát az meg, hát már a krasz rádölt az KZKT-ra. Miért nem jön ki innen ez a film? Szaller, most megbosszultam, hogy nem fizetés. Hogy az? Én is csinálom a számlát, várjál. Heki, indíthatod a csaborzt, Szaller bajba van. Mi van? Mi történt? Még semmi. Hol vagy, Szaller? Itt a folyóba. Aha. Ez beljebb volt, idáig már én kiszenvedtem ki. De innentől sem erre nem, tehát ez úgy beékelődött, hogy nem tudom megmozdítani. Jajaj, baj van. Krippi, gyere, mentsél ki minket! Rábasztatok! Kurva életben!